Ez a Pannon Televízió esti híradója, köszöntöm Önöket, Bakos Viktor vagyok, lássuk a mai nap kiemelt híreit, először csak címszavakban. Szinte teljesen leégett egy ház emeleti része Szabadkán, a családnak mindene oda veszett. Megtalálták annak a férfinak a holttestét, aki hétfő délután esett a Tiszába Adorjánnál. Elégedett a szerbiai gazdasági mutatókkal a nemzetközi valuta alap. Elrendelte a megemelt harci készültség visszavonását Alekszandr Vučić. Csak nem teljesen leégett egy családi ház Szabadkán. A Dusnaki család férfi tagja Tamás jelenleg kórházban van, mivel a tűzoltása közben súlyos égési sérüléseket szerzett. A családnak szinte mindene oda lett, ezért bármilyen segítséget szívesen fogadnak. Így oltották több mint két órán keresztül a tüzet a házban, a szabadkai Maghatás helyi közösségben. Két nap után még mindig száll a hamu és recsegnek a megmaradt gerendák, még a redőnyök is leszakadtak, és az ablaküvegek is kitörtek a meleg levegő következtében, meséli megtörtén Boris Dusnoki, aki nagybátyja segítségére sietett, amikor észrevette, hogy Tamás próbálja oltani a tüzet. Láttam, hogy a Tamás húzza a csövet, hogy oltsa ki a tüzet, és még én kihúztam azt, hogy bírja húzni fölfelé, ő fölment, és én még bementem, ő már ment le, de egészen fekete volt, meg leégett, és akkor én húztam le, és akkor már hívtuk a tűzoltókat. Habár a tűzoltóknak végül sikerült eloltaniuk a tüzet, óriási a kár. Az emelet teljesen leégett, a földszint pedig elázott. A családfő súlyosan megsérült, mondta a felesége, Dusnoki Éva. Valószínűleg őt akkor érte egy ilyen, nem is a láng, hanem egy ilyen ez a forró levegő. Tehát attól kapta ő az égési sérüléseket, és széndioxid mérgezést kapott, úgyhogy most a kórházban van, teljesen be van bugyolálva, teljesen be van dagadva, oxigént kap és infúziót, gondolom, hogy fájdalomcsillapítót is, de mindig nagyon optimista és mindig nagyon tűrőképes. Ennyi maradt a Dusnoki házaspár hálószobájából. A tegnap előtti tűzeset okairól egyelőre nincsenek biztos információk, de ami biztos, hogy a család nem csak az otthonát, hanem az összes ingóságát is elvesztette. Mondjuk ez volt, itt ilyen beépített szekrények voltak végig, ugye. Tehát itt garderoba is volt, meg törölközők, akkor ott volt egy nagy ágy, ez volt a hálószoba, ott is volt egy beépített, nem szekrény, hanem inkább polcok. Rengeteg könyv itt, ahol most állunk, nem is tudom, azt mondták a biztosítótársaság, hogy írjam össze körülbelül a címeket, meg a könyveket, hát nem tudom, hát volt egy 350. Az emlékek, a képek, a minden. Tehát most ezeket a cuccokat mondjuk rá nem sajnálom, mert ez csak egy rongy, de hát a férjem miért aggódok még ez az egész, hogy így történt, ilyen még nem történt. A család minden segítséget szívesen fogad. Legnagyobb szükségük építőanyagra lenne, hogy újra tudják kezdeni az életüket a tragédia után. Aki pénzzel szeretne segíteni rajtuk, az a 355-50-21-253-81-es folyószámlaszámra küldheti adományát Dusnoki Éva nevére. Megtalálták annak a férfinak a holttestét, aki hétfő délután esett a Tiszába Adorjánnál. Pontos információk nincsenek arról, hogy miért ment le kerékpárjával a Tiszapartra. A 68 éves férfi már kétszer kapott agyvérzést, de szeretett a faluban közlekedni. Az idős férfi még hétfő délután tűnt el Adorjánról. Tudomásunk szerint egy futballmeccsre indult, előtte azonban lejött a Tiszapartra. A helyiek azonnal elkezdték a keresést. Végül csütörtök délután szintén a helyiek találták meg a férfi holttestét. A férfi a foci meccsre már nem jutott el, ugyanis ott senki sem látta. Miután sokáig nem ért haza, felesége, a barátok és az ismerősök segítségével elkezdte keresni a férfit. Újhelyi Róbert volt az, aki keresés közben a késő esti órákban megtalálta a férfi kerékpárját és sapkáját. A nyomok alapján az ott heverő gallyakban eshetett el és zuhant a folyóba.
Egyszer elmentem majd lámpával, de még egyszer itt lejöttem ezen a rampán, és itt elkezdtem világítani ezt a Tisza szélit, és egyszer megvillant, a keréken voltak ilyen macskaszemnek, vagy minek mondjuk, ugye? És megvillant, és akkor láttam, még arra mentem, hogy a bicikli itt van az oldalba, akkor még lejjebb világítottam, és megláttam a micit is, egy kék micit, és ekkor már feltételeztem, hogy a bácsi beleesett a Tiszába. A keresést a Tisza mentő csapat ma kezdte volna meg, azonban a helyiek előbb akadtak a holttestre. Mintegy 100 méterre dobta fel a víz a testet attól a helyszíntől, ahol valószínűleg a Tiszába esett. A következő héten érkeznek meg az influenza elleni védőoltások Szerbiába. A vakcina közbeszerzési eljárását a Köztársasági Egészségbiztosítási Alap hajtotta végre. Ennek értelmében több mint 240 ezer adag vakcina érkezik az országba. A szakértők hangsúlyozzák, a védőoltás a leghatékonyabb módja az influenza elleni védekezésnek. A járványügyi szakemberek még nem tudják pontosan, hogy melyik vírus törzse lesz domináns a tél folyamán. Belgrádban tárgyalt a Nemzetközi Valuta Alap. Egyebek mellett szó esett arról is, hogy emelni fogják a nyugdíjak mértékét azoknak is, akiknek a bevétele nem haladja meg a 32.285 dinárt. Ők 5%-os emelésre számíthatnak. A GDP több mint 4%-os növekedését várja a Nemzetközi Valuta Alap idén Szerbiában, jelentette ki James Roof. Az IMF Belgrádban tárgyaló küldöttségének vezetője hozzátette, az idei gazdasági mutatók a külföldi befektetőknek és a fogyasztásnak köszönhetően alakultak jól Szerbiában. James Roof szerint Szerbia idei makrogazdasági mutatói kiválóak. We're seeing very good macroeconomic performance in 2018. U 2018. godini i dalje se postižu dobri makroekonomski rezultati. With strong growth, particularly from private consumption, investment and exports. Uz dinamičan rast, zahvaljujući privatnoj potrošnji i stranim direktnim investicijama, izvozu. Employment is growing, unemployment is falling and private sector wages are rising. Zaposlenost raste, nezaposlenost pada i zarade u privatnom sektoru beleže stabilan rast. So we project GDP growth in 2018 of 4.2% and 3.5% in 2019. A nyugdíj és rokkantsági biztosításról szóló törvény módosításának elfogadásával hatályát vesztette a nyugdíjak csökkentését eredményező 2014-es rendelet, az októberi nyugdíj mindenki számára 8 és 13,3% között növekszik, hangsúlyozta a szerb pénzügyminiszter. Sinisa Máli elmondta, minden nyugdíjas, akinek kisebb a bevétele, mint 32.285 dinár, 5%-os további emelésre számíthat. Dobili smo saglasnost od Međunarodnog monetarnog fonda i njihove delegacije za to. Dakle, na ovoj ili na narednoj vladi, imamo i danas sednicu vlade, očekujemo odluku vlade koja će predvideti 5% povećanje penzija za penzionere sa najnižim primanjima. Mislim da je tu granica 32.285 dinara, ako se ne varam. Tako da sa te strane i to obećanje koje smo dali našim najstarijim sugrađanima ćemo ispuniti. Jövőre kidolgozzák a nyugdíjak összehangolásának új rendszerét, amelyet 2020-tól alkalmaznak majd, nyilatkozta Máli, aki szerint ezzel biztosítják a nyugdíjrendszer stabilitását. A bérek ideiglenes csökkentéséről szóló törvény fokozatosan történő hatályon kívül helyezéséről is döntés született, emelte ki a továbbiakban a pénzügyminiszter. Elrendelte a megemelt harci készültség visszavonását Alekszandr Vučić szerb államfő, a hadsereg főparancsnoka. Alekszandr Vulin védelmi miniszternek és Milan Mojsilovic vezérkari főnöknek adott erre megbízást. Ma a szerbiai katonaság továbbra is figyelemmel kíséri a biztonsági helyzetet, és kész a gyors reagálásra, hogy megvédje az országot és a lakókat, bárhol is élnek, áll a szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményben. Vučić szeptember 29-én rendelt el a katonaság és a rendőrség mozgósítását azért, mert Zubin Potokban koszovói specialisták lepték el az öko- és sportközpontot.
Az Európai Unióból származó gyümölcsöt szerbiai termékként adta el Oroszországnak az a 36 személy, akiket most letartóztatott a rendőrség. A gyanú szerint az EU-s és a hazai gyümölcsöt összekeverték és hamis papírokkal Oroszországba küldték. Ezáltal nagyjából 440 millió dináros kárt okoztak. A leleplező akcióban a belügyminisztérium korrupció ellenes osztálya, az adóhivatal, valamint a pénzügyi és mezőgazdasági minisztérium vett részt. Oroszország 2014 óta tiltja az unióból származó zöldség és gyümölcs behozatalát. Egy félmeztelen férfi próbált meg elrabolni egy 12 éves kislányt, aki az újvidéki Telepváros részben lévő József Attila általános iskolába tartott. A Blitzre hivatkozva a Vajdaság ma azt írja, az eset tegnap délután 13 óra körül történt a Telepváros részben lévő töltés közelében. Nem hivatalos információk szerint a félmeztelen férfi egy piros rendszámtábla nélküli járműből próbálta meg elkapni és behúzni az autóba a kislányt. A lánynak szerencsére sikerült megszöknie a támadó elől, és a töltésen át a szomszédos utcába menekült, ahol elbújt. Az iskola tanács felhívta a szülők figyelmét, hogy tudatosítsák gyermekeikben, hogy az iskolába menet és onnan hazafelé tartva ne álljanak szóba ismeretlenekkel. Fehér és fekete furgonokról is cikkezik a szerbiai sajtó. Szabadka után Újvidéki és belgrádi oktatási intézmények környékéről is jelentettek gyermekrablási kísérleteket. A szülők aggódnak, a rendőrök óvatosságra intenek, és a megelőzésről tartanak előadásokat az oktatási intézményekben. Az állítólagos szabadkai furgonos gyermekrablási kísérlet miatt a szülők féltik iskoláskorú csemetéiket. Molnár Hajnalka negyedikes unokájára vár tanítás után a Majsai úti általános iskola udvarában. Éppen pár nap előtte az unokám kezdett egyedül jönni az iskolába is, meg menni haza, de mikor ezt meghallottuk, azóta nem. Mindig valaki jön érte is, meg el is hozza. A nagymama szerint néhány évvel ezelőtt is volt egy hasonló eset. A szakemberek azt mondják, hogy a legfontosabban megelőzés. Általában tanácsos a legkisebbeket elkísérni az iskolába és iskola után megvárni őket. A nagyobbaknak, az idősebbeknek pedig azt tanácsolják, hogy kisebb vagy nagyobb csoportokba verődve menjenek haza, illetve jöjjenek az iskolába. Így elkerülhetik azt, hogy esetleg valaki leszólítsa őket, vagy pedig olyan helyzetbe kerüljenek, hogy rablási kísérlet áldozatai legyenek. Budocsi Norbert 8-os, kerékpárral jár iskolába, de sohasem egyedül. Harmadik, negyedik óta csoportosan megyünk haza, megjövünk. Mit tennél, hogyha valaki leszólítana ismeretlen, megállna melletted egy autó vagy egy furgon? Hát akkor nem. Szóval, hogy ha nem ismerem, akkor nem is szállnék be senkihez. Szüleim is mindig mondják, ismeretlenhez ne szálljak be. Egy pénteki napon az egyik hatodikos diák édesanyja hívta fel az iskolát és elmesélte, hogy előző nap mi történt gyermekével, mondta Bognár Beáta. A Majsai úti általános iskola igazgatójának információi szerint egy fehér kis furgon állt meg a hazafelé tartó diákok mellett. A kombihoz álló legközelebb gyermeknek azt mondta, hogy szálljon be az autóba. A gyerek ezt megtagadta, és ezek után a tanulók folytatták útjukat hazafelé, és a kombi is távozott. Ezek után az édesanyja elmondása szerint a gyerek ezt otthon elmondta, a szülők kihívták a rendőrséget, és a rendőrség pedig kiment a családhoz, és felvették az adatokat. Az iskolában is összeült az erőszak megelőzésével foglalkozó bizottság. A szakszolgálat felhívta a tanítók és osztályfőnökök figyelmét arra, hogy beszélgessenek el a gyerekekkel, hogyan kell viselkedni az utcán, hazafelé menet, ha ilyen helyzetbe kerülnek. Ha bármi gyanúsat észlelnek, azonnal szóljanak szüleiknek, a rendőrségnek és az iskolának, tette hozzá az igazgató. A tanintézmény egyébként kívül belül 24 órás videó megfigyelés alatt áll. Ez már a Széchenyi István általános iskola Szabadkán. Ide is sok diák jár busszal. A megállóban könnyen leszólíthatják őket idegenek. Az iskolapszichológus szerint beszélni kell a gyerekekkel a rájuk leselkedő veszélyekről. Kivel, mivel mehet haza, egy kicsit a trükkökről, ugye a beeltetés módszer ez, mi az, amivel őket el lehet innen csábítani, mik azok az édességek, játékok, információk, ugye elhangzanak ilyen mondatok, hogy anyukád azt mondta, hogy kísérelek haza, vagy ott vár az autóban, vagy rosszul lett, bármi, ami számunkra átláthatóbbnak tűnik, de a gyerek számára ugye az aggodalom, az izgalom miatt egy teljesen illogikus viselkedésbe viszi őt. A szakember szerint fontos a gyerekeknek elmagyarázni, ki az, aki érte jön, ki az, aki várhatja, és ki az, aki őt hazakísérheti.
A tartományi oktatási titkárság egyelőre csak a sajtóból értesült az iskolák környékén történt állítólagos gyermekrablási kísérletekről, nyilatkozta a Pannon RTV megkeresésére Szakállas Zsolt. Ennek ellenére megelőző intézkedések foganatosítására utasították a vajdasági oktatási intézmények igazgatóit, mondta a tartományi oktatási titkárság altitkára. A tartományi oktatásügyi jogalkotási közigazgatási és nemzeti közösségi titkársághoz mindeddig nem érkezett bejelentés vagy feljelentés ez ügyben kapcsolatban. A történtekről mi is a sajtóból értesültünk. Azonban tekintettel az ügy fontosságára a tanfelügyelőségi osztályunk utasítja a tartomány területén található iskolai igazgatókat, hogy tegyenek meg minden intézkedést a hatáskörükből annak érdekében, hogy megelőzzük az ilyen kellemetlen eseményeket. Most nézzük, mivel foglalkozunk még a híradó folytatásában. Hosszú, súlyos betegség után elhunyt Kartag Nándor újságíró. Igazi késő nyári időre számíthatunk a hétvégén, akár 25 fok is lehet vasárnap. Hosszú súlyos betegség után elhunyt Kartag Nándor újságíró halálhírét a Vajdasági RTV honlapja közölte. Kartag Nándor 1948-ban született Óbecsén, Újvidéken szerzett egyetemi diplomát, írta, képes ifjúságnak bemondó volt az Újvidéki Rádióban, majd a tévénél folytatta pályáját. Nyugdíjazásáig, sőt még azt követően is a Vajdasági RTV munkatársa volt. Szerkesztői, riporteri karrierje során számos művelődési és portré műsort szerkesztett. Az ukrán külügyminisztérium nem kívánatos személyé nyilvánította a Berek Szászi magyar konzult, akinek 72 órán belül el kell hagynia az országot, tájékoztatott ma a kijevi tárca. Az indoklás szerint a Berek Szászi diplomata tisztségével összeegyeztethetetlen tevékenységet folytatott. Szeptember közepén jelent meg az interneten egy rejtett kamerával készült felvétel, amelyen ukrán állampolgárok magyar állampolgársági esküt tesznek Magyarország Berek Szászi konzulátusán. Mint ismeretes, Ukrajna tiltja a kettős állampolgárságot. Magyarország válaszol Kijev döntésére, kiutasítja az országból Ukrajna egyik konzulját, jelentette be ma rendkívüli sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter, Magyarország külgazdaság és külügyminisztere. Hozzátette, az érintett konzult meg is nevezték, és 72 órát adtak neki, hogy elhagyja az országot. Megismételte, a Berek Szászi konzul semmilyen törvény ellen nem vétett. A jelenlegi feszült magyar-ukrán viszony nincs hatással a kárpátaljai magyar közösség anyaország általi támogatására, a magyar kormány továbbra is ki fog állni a kárpátaljai magyarság mellett, jelentette ki Potápi Árpád János, a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára csütörtökön Berekszászon, ahol magyar kormány támogatással felújított tanítókházát és magyar óvodát adott át. A felavatáson mondott beszédében az államtitkár elmondta, a nemzetpolitikai államtitkárság 48 millió, a kárpátaljai kormánybiztosság 5 millió forinttal járult hozzá e cél megvalósulásához. Mivel Berekszász városról van szó, én azt gondolom, hogy nemzetiségtől függetlenül ez egy nagyon fontos oktatás és kulturális szintér most már. A magyar kormány több mint 50 millió forinttal támogatta ezt a beruházást, közel 55 millió forinttal. Én remélem azt, hogy ez egy nagyon fontos előrelépés lesz az itteni magyarság támogatásában. A napokban kezdték meg Oromon a legújabb aszfaltozási munkálatokat, amelyeket a tervek szerint már két napon belül be is fejeznek, így a falu mintegy 830 méternyi új aszfaltozott útszakasszal bővül. Jelenleg a lóversenypályához vezető útszakaszon folynak a munkálatok, emellett a Bartók Béla utca bizonyos útszakaszain. Létrehoznak emellett egy új parkolót is, a Szűz Mária szeplőtelen szíve római katolikus templom mellett, illetve a helyi óvoda is bővül egy kerékpárpályával. Ezek a munkálatok, amik folyamatban vannak, mindegy 11 millió dinárt tesznek ki, a több helyről pénzeljük, a Magyar Kanizsai Község segítségével, valamint a tartományi pályázati eszközökből és a Szerbiai Utak Közvállalatnak az eszközeiből. Ezen felül, az aszfaltozáson felül pedig még kövek utakat
van, köves utak lesznek elkészítve, a kisút mindegy 790 méteren, valamint az úgynevezett Pósasor völgyesen, ahol hát 1200 méteren javítani fogjuk a már meglévő köves utat. A Levéltárak és a Nagy Háború címmel szervezett nemzetközi konferenciát a Zentai Történelmi Levéltár és Zenta Község önkormányzata a Városháza dísztermében. A konferenciára Szerbia, Magyarország és a Boszniai Szerb Köztársaság területéről is érkeztek előadók. A rendezvényen megtartott előadásokon a 4 éven át tartó háború szerbiai és magyarországi vonatkozásairól is szó esett. Mindenképp beszélnünk kell az első világháborúról. Ez az egész 20. századi történelmet meghatározó esemény volt. Magyarság számára mindenképp egy tragikus végkimenetelű eseménysor. Sarusi Kis Béla Budapest főváros levéltárának főlevéltárosa az előadásában egyebek mellett az első világháborúval kapcsolatos, interneten is elérhető forrásközlésre is kitért. Olyan jelentősebb büntetőpereket, egyéb jogszolgáltatási iratanyagokat tettünk közzé eredetiben, amik a tiszagyilkosságra, a Károlyi Mihály ellen folytatott eljárásokra, a Rákosi Mátyás ellen folytatott eljárásokra vonatkoznak. A nemzetközi konferencián Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere és ifjabb Fodor István, a Zentai Történelmi Levéltár igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Több mint 10 kiváló külés belföldi levéltáros szakembert, helytörténészt, történészt köszönthettünk ma Zentán, akik azért voltak ma itt velünk, hogy bemutassák egyrészt az elmúlt évek első világháborúval kapcsolatos kutatási eredményeit, illetve hogy bemutassák azt, hogy milyen projektekkel foglalkozott az általuk képviselt intézmény az elmúlt évek során. A nemzetközi konferenciát az első világháború befejezésének 100. évfordulója alkalmából rendezték meg. Kirváj napját ünnepelte szeptember utolsó hétvégén a hertelendi falvi közösség. 1902-ben ezen a napon szentelték fel a helyi református és evangélikus templomot. A Kirváj szó egyébként a német Kirchvei magyarosított formája és templomavatást jelent. Az egyházi ünnep falunappá nőtte ki magát. Az ünnepi istentiszteletek után kirakodó vásár és más szórakozási lehetőség várta a látogatókat. 2007 óta a Kirvájt megelőző napon pörkölt főzőversenyt szerveznek a református imaház udvarán. Idén 11 csapat mérte össze tudását. Minden magyar ejánt főz. Na most az ízlések szerint van különbség, kinek melyik jobban tetszik, csipős, vagy édesabb, vagy sósabb. De titok nincs, szóval mindenkinek megvan a saját munkája, tudja, hogy mit kell csináljon, akár az kavarés, akár sóhezzaldás, vagy tüzelés, annyi az egész. Szóval nagy titok itt nincsen. Ha lenne és nem bírnak megmondani, már titok nem lenne akkor. Ilyenkor azok is hazalátogatnak, akik már nem élnek Dél-Bánátban. Találkoztam olyan ismerősek, akik 35 éve, most találkoztunk. Először, akik Kanadából jöttek, meg Németországból 30 éve, utcabeli, úgymondva ismerősöket, rokonokat, úgyhogy ez egy ilyen jó feltöltődés megint egy következő évre, ahogy mondják. A helyiek minden évben várják a rendezvényt, napokkal korábban már készülnek rá. A nép között megszokott lett ez a hagyományos rendezvény. Most azt hiszem, ha nem tévedek, 12. alkalommal szervezzük, és most az idénes szép számba összegyűltek, 11 csapat vetélkezett, versenyzett, úgyhogy több mint valószínű, hogy sikeres lesz az elfogyasztása is. Az eseményen a gyerekek feldíszítették a kirvájfát, amit a férfiak vállon vittek át a helyi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület székháza elé. Este a napközben főtt bográcsok tartalmát kóstolták meg a résztvevők. Kirváj napján mindkét helyi templomban ünnepi istentiszteletet tartottak. A református közösség tagjai hálaadó úrvacsoraosztáson vehettek részt. A bukovinai székelyek 1883-ban telepedtek ide, és csak 1902-ben épült fel ez a templom, és lett felszentelve. Ugye az bizony sok idő volt, majd 20 esztendő, és a nép tudatában mélyen megmaradt az a nap. Az ünnepség az imaház udvarán felállított kopjafa megkoszorúzásával ért véget az elődök tiszteletére.
A Széchenyi István Általános Iskola Kelebiai Intézményében gyerekhetet tartanak. Csütörtökön az iskola megnyitotta kapuit, és a szülőket is várták egy közös ünnepségre, melynek során átadták a nyáron felújított tornatermet is. Süteménnyel és színes programmal várták itt a Széchenyi István Általános Iskola Kelebiai épületében a szülőket, a nebulók, akik saját maguk készítették a süteményeket, illetve kedves kis műsorral készültek. A süteményekért azonban könyvet kellett hozni, mivel az iskola könyvtárát frissíteni szeretnék használt, de jó állapotban lévő könyvekkel. Az iskola tanulói örömmel csatlakoztak a sütéshez. Csináltunk kalácsot, meg sokat játszottunk, és tanultunk is. Mi tetszik neked itt ebben az iskolában? Miért szeretsz ide járni? Azért, mert nagyon kedves tanítónéném van. Miért szeretsz ebbe az iskolába járni? Azért, mert kedvesek és kedvesek és játszótársak. Ezen a gyermekhéten melyik a kedvenc programod, melyik tetszik neked a legjobban ez idáig? Mindegyik tetszik, de a legjobban a zenekar. Az ünnepségen egyúttal átadták azokat az új társasjátékokat, amelyeket a szülők és a gyerekek által összegyűjtött palackok és kupakok áráért vásárolhattak. A gyermekhét is szülői kezdeményezés eredménye. Ahogy megvalósulhatott természetesen a vezetőségünk és az igazgatónő jóváhagyásával történhetett, úgyhogy nekik is sokat köszönhetünk, valamint a szülőknek is, hogy ezzel segítették az iskolát és a kis közösségünk továbbhaladását. A nyílt nap alkalmával az iskola kifestett tornatermét is átadták, és a jövőben is hasonló akciók keretében szeretnének gyűjteni az udvar és a sporteszközök renoválására is. A sporthírek előtt pedig néhány szó az időjárásról. Vidékünkön folytatódnak a kellemes őszi napok, a hétvégéhez közeledve még kiélvezhetjük a napsütést. Pénteken derült, hétvégén mérsékelten felhős lesz az ég, 22 fokra számíthatunk. Szombat-vasárnap a nappali hőmérséklet elérheti a 25 fokot is. Esőre nem kell számítani az elkövetkezendő napokban. Hétfőre előreláthatóan átmenetileg kissé csökken a hőmérséklet egy hidegfront miatt. Nagy Arnoldnak, a Budapesti Nemzeti Vágta győztesének rendezett ma fogadást a temerini önkormányzat. A nemzetközi versenyen elért eredményét minden vajdasági saját sikereként élte meg. Hangzott el az eseményen, amelyen a helyiek mellett tiszteletüket tették Pásztor István, a VMS elnöke, és Bendes Csaba, a Nemzeti Vágta elnöke is. Szeptember közepe. Budapest. Nemzeti Vágta. A temerini Nagy Arnold az élre tör. A feszült csend akkor szabadult fel, amikor fantázia átvágtatott a célon. Vajdaság ünnepelt. A temeriniek pedig meghatottan nézték, ahogy helybéliük átveszi a győzelmét jelképező 1848-as huszárszabját. Én nem emlékszek, mikor éreztem ilyen jó magam. Még mikor voltam ennyire büszke arra, hogy temerini vagyok. De még micsoda a sorsnak az ajándéka. Ugye az idén télen volt a Kincsem filmnek a premierje Temerinbe is, ugye, meg vajdaságszerte is. És mi az érdekes abban? Hogy a női főszerep egy temerini hölgy játsza, ugye Petrik Andrea, aki temerini. És erre ugye egy pár hónapra rá temerin színében megnyerjük a Nemzeti Vágtát. Úgyhogy hihetetlen milyen érzés a temerin magyarságnak a, nem az öme, hanem azt mondom, hogy minden magyarnak a szíve tele volt ebben a sikerrel. 19 nappal a Nemzeti Vágtán aratott bravúros győzelme után ma Temerinben a helyi Nagy Arnold és lova fantázia sikerét ünnepelték meg. Hát hazajönni nagyon nagy jó érzés volt, mert még senki nem tudott vágtát nyerni Vajdaságból. Se Vajdaságból, se honnan, egyedül Budapesten azok az emberek tudtak. Hát így most nagyon nagy érzés, mert, hogy mondjam, nem lehet ezt elmondani, ezt át kell érezni.
A vajdasági hős lova Temerinhez és Óbecséhez is kötődik. Fantázia a Szabolcski család tulajdonában van. Külön büszkeség az, hogy a mi lovunk és a mi lovasunk volt az első határon túli, aki nyert. Büszkeség az, hogy ebben is, mint sok minden másban, függetlenül attól, hogy milyen kicsik vagyunk, mi vagyunk az elsők és a legjobbak. A 11 éves nemzeti vágtán kezdetben csak meghívásos alapon vehettek részt a határon túliak. Ma már Székelyföldön, Muravidéken, Felvidéken és Vajdaságban is szerveznek elővágtákat. Az idei évben a 72-es mezőny egyharmada határon túli volt. Ezek a települések méltón, vagy lakosai méltán lehetnek büszkék a budapesti részvételre, hiszen ezen települések lovasai teljesítmény alapján kerülnek fel Budapestre. Az eseményen Bonfort Tivadar, a Hálóvajdasági Fejlesztési Alapítvány igazgatója bejelentette. A vajdasági elővágtát jövőre, május 18-án tartják meg. Akár 2000 eurós büntetést is kaphat az a montenegrói szurkoló, aki nem áll fel a montenegrói himnusz alatt a jövő héten esedékes Szerbia elleni labdarúgó mérkőzésen. A montenegrói kormány javasolta a törvényt, amely 300-tól 2000 euróig terjedő büntetést irányoz elő. A Montenegró és Szerbia a Nemzetek Ligájában csap össze Podgoricában október 11-én. A két labdarúgó válogatott története során most először találkozik, hiszen 2006-ig egy zászló alatt rúgták a bőrt. Egyelőre nem tudni, mi alapján ellenőrzik majd, hogy a hazai szurkolók felálltak-e a montenegrói himnusz alatt. Eddig tartott a híradó. A nap kiemelt hírei jönnek még egyszer címszavakban. Szinte teljesen leégett egy ház emeleti része Szabadkán, a családnak mindene oda veszett. Megtalálták annak a férfinak a holttestét, aki hétfő délután esett a Tiszába Adorjánnál. Elégedett a szerbiai gazdasági mutatókkal a Nemzetközi Valuta Alap. Elrendelte a megemelt harci készültség visszavonását Alekszandar Vučić. Köszönjük a figyelmüket, a pannonrtv.com weboldalra kattintva még több friss hírt és információt olvashatnak, és riportjainkat is visszanézhetik. A Pannon reggeliben holnap egyebek mellett szó lesz arról is, hogy egy 80 kilós harcsát fogott egy újvidéki férfi. A Szabadkai Magyar Rádió napindítójában pedig hallhatnak arról, hogy orvosok és ápolók jutnak munkához szerbiai egészségügyi intézményekben. Itt a Pannon televízióban most az Egy nap a világ magyar útifilm sorozat következik. Viszontlátásra, jó éjszakát!